Áldás békesség! Picit türelmet még szeretnénk kérni, hogy mindenki számára elérhető legyen az adás, mert ezen a mai reggelen volt némi technikai problémánk, és ennek az a következménye, hogy lehetséges, hogy nem jut el mindenkihez az az információ, hogy hogyan és milyen módon lehet az Isten tisztelet közvetítésünket nyomon követni. Valamilyen oknál fogva mai reggelen Facebook közvetítés, úgy, ahogy az múlt héten volt, nem valósulhatott meg olyan könnyen. Most nagyon remélem, hogy talán sikeresek leszünk, és most már itt minden működik. Reméljük. A technika összeálljon. Én már látom magam. Nagyon büszke vagyok. Szuper. Nem tudom, hogy milyen oldalakra került föl, vagy látszik, de az biztos, hogy a Csákvári Református Egyházközség, illetve az én Facebook profilomban megjelent az élőadásnak a linkje. Ettől a vasárnaptól kezdve egy YouTube csatornán keresztül próbáljuk elérni a kedves testvéreket. Azért is, mert a Facebook csoport az nem mindenki számára nyilvános, tehát nem mindenki használja a Facebookot. A YouTube-ra viszont rá lehet lépni, úgyhogy egyszerűen rákeresnek a kedves testvérek. Ott az én nevemet kell beírni, tehát hogyha YouTube-ot megnyitja valaki, akkor Gere Gábor Józsefnek a csatornáját, vagy nem is tudom, hogy hívják, az én nevemet kell a keresőbe beírni, és akkor elviekben rátalálnak mind az élő közvetítésekre, mind a korábbi felvett anyagokra. Az elmúlt hétről elmondhatom a kedves testvéreknek azt, hogy én nagyon hálás vagyok azokért, akik visszajeleztek, és jó sokan voltak, és köszönöm szépen, hogy habár itt monitor előtt ülök, és önmagamat látom, mégis a visszajelzések azok azt mutatták, hogy mi így, ilyen formában a technikai lehetőségek által egy gyülekezet vagyunk, egy közösség vagyunk. Volt, aki az élő közvetítés végén azonnal fölhívott telefonon, többen írtak üzenetet, és olyan jó, hogy egy kicsikét még telefonon, vagy írásban is egy kicsit tudtunk tovább gondolni azt az igét, amely felett együtt voltunk mindannyian. Kedves testvérek, reménykedve abban, hogy most már jó sokan vagyunk, illetve hát nyilván, aki lemarad itt az elejéről, az majd folytathatja, és újra nézheti 11 óra után. Csendesedjünk el, és kezdjük meg hivatalosan a mi Isten tiszteletünket, a mi rendünk szerint. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Én a mai reggelen, a mai délelőttön a énekeskönyvünk legutolsó énekét gondoltam énekelni. Az 512. dicséretet, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Engedjétek meg a testvérek, hogy felolvassam. Aki teheti, otthon dúdolja, én ettől most eltekintek. Szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hűszívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, a bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hűszíveknek atya, kinek szavát lesem.
Te nagy csodáidról, bár fennszóval beszélnek, és fennen hirdetik felséges rendedet, ha nem szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít, és szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit. Szólj, és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Szólj, hogy legyen szavad, írs, gyógyító erő, szólj, dicsőséged úgy, még szebben tündököl. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt egy hétben. Köszönjük, hogy erőt adtál a mi feladatainkhoz, erőt adtál a mi dolgainkhoz, erőt adtál bennmaradni a mi lakásainkban. Teremtettél békességet, adtál nyugalmat, akkor, amikor minden békétlen és minden nyugtalan. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te igéd mindenhol jelen van. Köszönjük neked, hogy naponként elővehetjük a Bibliát. Köszönjük, hogy olvashatjuk és meríthetünk belőle. És köszönjük neked azt, hogy oly sok irányból és oly sok felületről szól hozzánk a te szavad ezekben az órákban. És talán még több helyről, több forrásból, mint korábban, mint amikor ki az elektronikus felületeken sok lelkipásztor hirdeti az igét. Köszönjük neked, hogy sokan tesznek bizonyságot, kik szavaikkal, kik tetteikkel. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy a te lelked által most egyen-egyenként munkálkodj mindannyiunkban. Munkálkodj mindannyiunkban, akik együtt vagyunk, addurunk, hogy a mi hitünk erősödjön, bennünk békesség teremtessék. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangélium a 20. fejezetéből, a 20. fejezet első 8 versét. Így szól az ige. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között, ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg vannak győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem. Szeretett testvéreim, egy pár napja már elolvastam ezt az ige szakaszt, lehet, hogy tévedek most. És amióta elolvastam, azóta folyamatosan az zeng bennem, és folyamatosan az van előttem, hogy Jézus Krisztus elé odaállnak a főpapok, odaállnak az írástudók, odaállnak a vének, és azt kérdezik tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Nyilván utána néztem, elolvastam, hogy mit is gondolnak, és mit is értenek, és hogyan gondolkodnak a főpapok és a vének és az írástudók ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De én saját magamnak ezt a mondatot leegyszerűsítettem. És az egyszerű gondolat az nagyon röviden így hangzik, hogy képzeli. Hogy képzeli Jézus? Vagy a másik egyszerűsítés,
Miért hagyja, miért engedi? Lukács szerkesztése szerint Jézus siratja Jeruzsálemet, aztán megtisztítja a templomot, bemegy a templomba, felborogatja az asztalokat, kiűzi az árusokat, rendet tesz a templomban, és aztán újra ott van a templomban, prédikál, tanít, és oda mennek hozzá a főpapok, az írástudók, a vének, és azt kérdezik tőle, hogy hogy képzeled? Miért hagyod? Miért engeded? Miért csinálod ezt? Megvallom nektek őszintén, kedves testvéreim, hogy az elmúlt héten én is voltam ilyen hasonlatos helyzetben, én is voltam ilyen vén főpap írástudó. Amikor fölmerült bennem az a kérdés, hogy de miért? Milyen hatalommal? Hogyan engedheti ezt az ránk vannak bízva az idősek, ránk van bízva az oboda? Készülődünk, és a készülődés egyfajta jó állapot, mert csinálni kell valamit, nem csak a négy fal közé vagyunk bezárva, nem csak olvasunk, nem csak filmet nézünk, hanem feladat is van. És ebben a feladatban én azt mondom, hogy katonás rendben működtem a hét közepéig, mindaddig, amíg Magyarországon nem lett meg a 11. áldozat, és nem mondták meg azt, hogy ki az. Sokan tudjátok, sokan tudjuk, hogy ez egy angol diplomata, aki 37 éves volt. És amikor ezek az információk nyilvánvalóvá lettek, illetve, és ugye semmi. Tehát semmiféle ilyen dolgot nem látunk, azt elmondják, hogy volt valami alapbetegsége, volt valami krónikus betegsége, de ami engem megráz, 37 éves, a filmeken, videókon látszik, hogy egy életerős fiatalember, és amiatt, amit tapasztalunk, és amit látunk ebben a világban, amiért a vírus miatt elköltözik ebből a világból. Csákvári református lelkész is fölteszi magának a kérdést, hogy miért? Annyira hangsúlyozták, annyira mondták, hogy csak az idősek, stb. Persze hallottunk mást is, de... És ezzel párhuzamosan olvasom ezt a vasárnapi igét, mondd meg nekünk, milyen hatalom... Lehet, hogy fegyelmit kapok, mert hogy ezt a gondolatot így felvetem. De ilyen gyenge a hitünk. Elmében benne van az, hogy elkezd szépen lassan kivezetni, és ma már úgy ülök ide a számítógép elé, hogy ebből a zsákutcából, amit ez a kérdés és ez a helyzet adott, ebből azt tudom nektek megvallani, hogy elindultam kifelé. Kezdem megtalálni a békességet, kezdem megtalálni a nyugalmat. És az első dolog az a múlt vasárnapi igéhez kapcsolódik, amikor azt mondtam a kedves testvéreknek, hogy az Istennek hatalma van, és az Istennek szava van, és azt mondtam, hogy az első dolog, amikor Isten hatalma meglátszik, az abban a szóban van, amikor az Isten azt mondja a világ kezdetekor, hogy kérdést az Úristennek, hogy miért, milyen hatalommal, miért engedi, miért hagyja, akkor az első válasz azért, mert ő a teremtő. Ő az alkotó. Ő az, aki az eget, a földet, a növényeket, az állatokat, az embert megteremtette. Ő az. Joga van. Joga van. Joga volt szabad akaratot adni az embernek. Joga volt megengedni, hogy az ember a bűn útjára lépjen. Alkothatott volna robotokat, alkothatott volna gépeket, de ő neki így tetszett. Mert ő a teremtő, és ő az alkotó. Lehet, hogy ezzel is vitatkoznának velem néhányan. Az Istentől való teremtettségünk még nem biztos, hogy megnyugtat bennünket. Rendben van, az Isten alkotott, akkor miért van az, milyen hatalommal teszi, miért engedi meg mindazt, amin ennek a világnak most át kell mennie? A
Aztán tovább mentem a gondolkodásommal, Isten nem csak teremtő, hanem Isten gondviselő is. És az Isten gondviselését naponta megtapasztaljuk, és naponta meglátjuk. Hadd mondjuk egy újabb példát a kedves testvéreknek. Lelki pásztornak szolgálatot nem illik visszautasítani. Megvallom nektek őszintén, hogy fáradtságra hivatkozva, és nehézségre hivatkozva, én a héten egy szolgálatot visszautasítottam. Kiderült, hogy ez a visszautasítás mögött ott volt az isteni gondviselés. Az, akivel találkoztam volna, és akivel lett volna ez az együttlétem, aznap délután néhány órával később vizsgálatra került, és tesztelték. Reméljük, hogy negatív az eredmény. De számomra a 37 éves angol diplomata után, gyakorlatilag a második nap, ez egy hihetetlen csoda volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy az Isten hogyan visel gondot az övéről. Lelkipásztor, és bocsássatok meg, hogy így mondom, Gere Gábor nem szokott szolgálatokat visszautasítani. Talán életemben most volt az első alkalom, amikor azt mondtam, hogy fáradtságra, illetve a feladataimra való hivatkozással hadd mondjam le, és akkor, amikor majd a helyzet kicsit konszolidálódik, kicsit nyugodtabb lesz, majd akkor újra jelentkezem. És most megtettem, és kiderült, hogy ezzel a lépéssel az Isten megóvott, megvédett valamitől. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Az Isten, amit teremtünk, és az Istenünk nem csak teremtünk, hanem Isten, mi gondviselünk is. Isten gondot visel az óvéről, gondot visel rólad, gondot. Az pedig az, amit két hét múlva ünnepelünk, és lehet, hogy ilyen körülmények között, mint ahogy most vagyunk. Kit kérdeznek ezek a vének, ezek a főpapok, ezek az írástudók? Azt a valakit, aki néhány nappal később a világ bűneiért keresztre megy. Azt a valakit, aki úgy kiált föl, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Azt a valakit kérdezik a főpapok, az írástudók és a vének, aki elveszi az atya kezéből a poharat, ami megváltásunkért. Isten teremt, Isten gondot visel, és Isten az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban megvált. Szabadságot ad. Jövőt ad. Reménytelenségben reményt ad. Lehet-e kérdezni az Istent? Lehet-e kérdezni az Istent? Van-e joga a teremtménynek kérdezni az Istent? Nem mindegy, hogy. Az Isten hatalmát nem lehet megkérdőjelezni. Az Isten hatalmát nem kérdőjelezhetjük meg. Az Isten valami csodálatos módon az ő gondviselésében folyamatosan válaszokat ad. Jézus Krisztus megváltásában hihetetlen nagy és csodálatos választ ad. És ne lepődjünk meg, hogyha az Isten felé gőggel közeledünk, ha akár még a gyarló csákvári lelkipásztor is úgy fordul oda az Istenhez, hogy miért, milyen hatalommal, miért engedett. Ne lepődjünk meg, hogyha erre az Isten helyre tesz bennünket. Ne lepődjünk meg ezen.
Itt is látjuk az igében, hát beszaladnak a zsák utcába ezek a farizeusok, meg ezek az írástudók, meg ezek a főpapok. Fiatalosan úgy mondhatnánk, hogy köpnényelni nem tudnak, sehova tovább. Az Istenhez nem megfelelő módon közelítő ember zsák utcába jut. Ha ezt mondjuk neki, akkor ennek ez lesz a következménye. Ha azt mondjuk neki, akkor annak meg az. Mind a kettő tragédia, mind a kettőnek vége. Kedves testvérem, ezen a mai vasárnapon tanuljuk meg az Istent megfelelő módon kérdezni és megfelelő módon kérni. Mondjuk ki, ő a világ teremtője, neki van hatalma, van joga, ő az, aki bennünket megalkotott, aki vagyunk. Illetve a választ megadta. Minden kérdésünkre az Isten a választ megadta. Néhány lappal később, akkor, amikor Jézus ott van a Golgotai kereszten, amikor meghal a világ bűneiért, akkor a válasz nyilvánvalóvá lesz. Annyira szeret, úgy szeret az Isten, hogy az ő egyszülött fiát képes odaadni értünk, képes odaadni helyettünk, ami megváltásunkra, ami szabadulásunkra. És olyan jó, hogy nem csak a nagypénteki történetet ismerjük, nem csak a mi legnagyobb ünnepünket ünnepeljük, hanem látjuk a következményeit is. Látjuk a folytatását. Harmadnapra feltámad. Van új kezdet. Van kikelet. A sírról a hatalmas kő el van hengerítve. Az, ami le van pecsételve, amit véglegesítettek, az újra kezdődik. Kedves testvéreim! Ebben a helyzetben kérdezhetjük az Istent. Nem a hatalmáról kell tudakozódnunk, nem azt kell kérdeznünk tőle, hogy miért, miért hagyja, miért engedni, ezek emberi kérdések, ezt a mi óemberünk teszi föl, ezt a mi bűnös gondolkodásunk teszi föl, és lelki se tökéletes. Hanem ismerjük föl ebben a küzdelemben, ebben a nyomorúságban, ismerjük föl az Isten gondviselését, az Isten hatalmát, és egy kicsit újra hagy utaljak vissza a múlt vasárnapi gondolatokra. Teremtés, aztán a vihar a tengeren, amikor csapkodnak a hullámok, amikor mennydörög, és aztán pedig az elsimult víz. A tanítványok abban a hajóban akkor is biztonságban voltak, amikor mennydörgött, amikor hullámzott, amikor csapkodott. Akkor is biztonságban voltak. Ezt utólag tudták meg, amikor Krisztusról fölismerték, hogy egy szavába került, hogy a víz tükör simává legyen. Akkor is biztonságban. Te is, meg én is. Legyenek akármennyire nagyok a hullámok. Dörögjön akármennyire az ég. Csapkodjon akármennyire a hajóba a víz. Mi ebben a helyzetben is biztonságban vagyunk. És most tedd fel a kérdést. Miért? Azért, mert én testestül, lelkestül, mint életemben, mint halálomban nem önmagamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok, aki úgy megőriz, hogy még egy hajszál sem esetik le az én fejemről. Nézd meg! Bocsássad, meg. Ennyi vidámság kell. Úgy megőriz. Kérdéseink vannak? Persze, hogy vannak. Kérdezzük? Persze, hogy kérdezzük. De minden
itt a böjti időszakban bennünket nagypéntek a megváltás és a feltámadás húsvét felé irányít minden. Nem akarok zsákutcába kerülni. Vissza akarok fordulni a zsákutcából. Ki akarok jönni a zsákutcának? Én nekem ez az ige azt adta ezen a mai vasárnap reggelen, hogy forduljak meg! Fordulj meg! Gyere ki! Ne vádaskodva kérdezd az Istent, hanem a megváltás. Milyen hálával tartozok ezért a szabadításért? Milyen hálával tartozok ezért a megváltásért? Milyen hálával tartozok mindezért? Nem milyen hatalommal, kinek a megbízásából, hogyan engedheti, nem miért, hanem én mivel tartozok? Hogy a legnagyobb viharban is biztonságban vagyok. Kedves testvérem, megvan a mi hitvallásunkban a válasz, hogy én mivel tartozok, és mit kell tennem. Megvan a mi hitvallásunkban a válasz, de most arra kérlek, és arra biztatlak, egy kérdésből indultunk ki, hogy most te kérdezz. Nyugodtan járulj oda az örökkévaló Istenhez. Borulj oda elé, és kérdezd őt. Istenem, mivel tartozok? Mivel tartozok, hogy én ebben a helyzetben is biztonságban vagyok? Mit adjak neked? Köszönöm, hogy kivezettél a zsákutcából, köszönöm, hogy megszabadítottál, köszönöm, hogy eljuttattál arra, hogy nem kérdőjelezem meg a te hatalmadat, köszönöm neked, hogy a tiéd vagyok, köszönöm, hogy a legnagyobb viharban is a te kezedben vagyok. Mit tegyek? Merre tovább? Hogyan tovább? Mit cselekedjem? Mert az igaz, hogy otthon kell maradni. Ő a teremtő, ő az alkotó. Ő az, akinek a tulajdona vagyunk. Ezt a tulajdonjogot el lehet veszíteni, de csak akkor, hogyha elindulunk a zsákutcába, és nem fordulunk vissza. Szeretett testvéreim, adja meg a mi örökkévaló Istenünk, hogy mind ti, mind én, a miértől, a miért engeditől eljussunk oda, hogy mit cselekedjem és mit tegyek. Mi legyen a következő lépés, Istenem? Én hiszem azt, hogy mindez, amiben vagyunk, mindez, amit most át kell élnünk, ez a mi hitünk megerősítését szolgálja. Ugyanúgy, ahogy Lázár történetében is Jézus Krisztus kimondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja. Hát szolgáljon az Isten dicsőségére, és múlt vasárnap Csákvári gondnok úr az Isten tisztelet után azzal hívott föl, hogy ácsoljuk a templomból hiányzó padokat, mert hogy szükség van rájuk. Nem tudom, hogy viccnek szántad, de szerintem nem, mert nem ez a viccelgetős ember ilyenekkel. Én nagyon remélem, hogy az a gondolat, és ez a nyomorúság, és ebből a nyomorúságból való megszabadulásunk, ez mindannyian a nyomorúságban nem csak kiáltunk az Istenhez, nem csak megszabadít bennünket, ahogy a Zsoltáros mondja, hanem mi pedig dicsőítjük őt, magasztaljuk őt. A baj elmúltával. De jó lenne,
De jó lenne, kedves testvérek, hogyha eme baj után megtöltenénk a templomokat, és a templom padjaiban egy szívvel és egy lélekkel állnának oda az Isten szín elé a gyülekezetek, és tennék föl a kérdést, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk, merre induljunk, hová menjünk, vezess minket, Urunk. Van egy helyzet, van egy nyomorúság. A bűnös ember kérdése, miért engedi, miért lehet, milyen hatalommal, talán még az is, hogy hogyan meri. Az Isten az ilyet nem utasítja el első körben, hanem azt látjuk, Jézus Krisztus is párbeszédet kezd a kérdezőkkel. De az ilyen jellegű kérdés és az ilyen jellegű párbeszéd az egyértelműen zsákutcába vezet. Olyan állapotba vezet, amikor az ember csődöt mond. Ezen a mai napon, ezen a mai vasárnapon az Isten arra biztat bennünket, ha elindultunk ebbe a zsákutcába, ha elindultunk egy ilyen irányba, akkor forduljunk vissza. Lássuk meg, Isten a teremtő, és a teremtésből fakad az ő hatalma. Isten a gondviselő, és az ő gondviselését, az ő szeretetét nap mint nap megtapasztaljuk, csak figyeljünk mindezekre. És Isten hogyan engedhette meg, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust odaadja? Annyira szeret a teremtő, annyira szeret a gondviselő, hogy képes volt az egyetlen egyét, az ő egyszülött fiát odaadni. A kereszthalára, a Golgotára, hogy megváltson bennünket, hogy eltörölje a mi bűneinket, és aztán mutassa meg, hogy hogy megy tovább, miképpen lesz tovább. Hiszen volt harmadik nap, volt feltámadás. Van feltámadás. Kedves testvérek, még egyszer mondom, ez a betegség nem halálos, hanem ez azért van, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Vezessen bennünket mindez oda, hogy föltegyük az örökkévaló Istennek a kérdést, hogyan tovább, miképpen tovább, én mit cselekedjek, én mit tegyek, ne az Istent vonjuk kérdőre. Amen. Hogy a mi kételyeinkben, a mi bajainkban, a mi küzdelmeinkben is megszólítasz minket. Köszönjük neked, hogy a mi kicsiny hitünk ellenére te közösséget vállalsz velünk, és újra megtapasztaljuk a te gondviselésedet, újra és újra megtapasztaljuk a te kegyelmedet. Urunk Istenünk, engedd meg, hogy számba vegyük a mi bűneinket. Számba vegyük a mi felesleges kérdéseinket, számba vegyük a mi vádaskodásainkat, számba bennünket őszinte bűnbánatra indítson, őszinte önvizsgálatra indítson, és ne csak testiekben gyógyuljunk meg és szabaduljunk meg, hanem lelkiekben is gyógyuljunk. Ismerjük föl a mi hibáinkat, ismerjük föl, hogy hányszor és hányszor szaladunk a zsákutcába, megyünk a mi kérdéseinkkel, és önmagunktól nem tudunk visszatérni, nem tudunk visszafordulni, csak is csődbe, csak is a végbe rohanunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen ige alapján fölhívtad a mi figyelmünket. Fölhívtad a mi figyelmünket a teremtés csodájára, fölhívtad a mi figyelmünket a te hatalmadra, fölhívtad a mi figyelmünket a te gondviselésedre, és a te gondviselésed legnagyobb megnyilvánulására, a mi megváltásunkra, a te egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt megértve, mindezt felfogva erőt nyerünk, erőt kapunk és megújulunk. Megújulunk elsősorban a mi hitünkben, és újra kérdések gyűlnek bennünk, újra kérdések vannak bennünk, mit cselekedjek? Merre tovább? Hogyan tovább, Uram? Hogyan tudok neked engedelmeskedni? Hogyan vedhetem alá magam a te hatalmadnak? Urunk Istenünk, engedd meg, hogy egyre többen és többen gondolkodjanak így, és döntsenek így.
hogy a te mindenek feletti hatalmad alatt éljenek s legyenek. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy neked hatalmad van erőt adni az orvosoknak, ápolóknak, mindazoknak, akik beteg ágyon vannak. Köszönjük neked, Urunk, hogy te erőt adsz a rendőröknek, a katonáknak, a katasztrófavédelmi szakembereknek, a szociális intézményben dolgozóknak, a pedagógusoknak, az óvónőknek, a bölcsődei nevelőknek. Köszönjük, Urunk, hogy erőt adsz minden egyes embernek ezen a világon. Köszönjük, Urunk, hogy átélhetjük a te csodádat, átélhetjük a te gondviselésed valóságát. Mindenható Urunk, engedd meg, hogy ahogyan Lázár feltámasztása sokakban hitet fakasztott, ez a mostani nyomorúság, ez a mostani küzdelem is sokakban hitet fakasszon. Engedd meg, Urunk, hogy valóban oda jussunk, hogy a templomokban adokat kelljen ácsolni, hogy gyarapodjanak a gyülekezetek, gyarapodjanak a közösségek, és egyre többen és többen kiáltsanak föl, merre tovább, Urunk, hogyan engedelmeskedhetünk neked. Urunk Istenünk, légy velünk az elkövetkezendő héten, áld meg a mi szeretteinket, a mi családjainkat, kicsinyeket, nagyokat, te vezess bennünket a te lelked által. De Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Maga a békesség Ura adjon nekünk mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájunkkal. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, rövid hirdetéseket szeretnék eljétek beadni. A gyülekezetünk kapcsán a gyülekezeti dolgok. Hadd hirdessem és hadd mondjam nektek, hogy a hittanórák ilyen-olyan módon online kiküldött anyaggal megtörténnek, megvannak. Nyilván a személyes találkozás elmaradása az megnehezíti a dolgokat. Reméljük, hogy a gyermekek tartják a kapcsolatot velünk ilyen online formában, leveles formában. Nagy kérdés a konfirmáció csoport és a konfirmációnak a dolga. A hét folyamán most már fel fogom venni a konfirmándusokkal a kapcsolatot, és fogunk egy kicsit mondjuk egy Skype elérhetőségen beszélgetni és gondolkodni. Azt mondhatom, hogy gyakorlatilag végigértünk az anyagon, tehát azt, amit szerettem volna nekik elmondani, átadni, azt végig beszéltük. Most rajtuk a sor. Konfirmándusokon a sor. Jó alkalom lehet a kijárás korlátozása arra, hogy konfirmándus gyermekeink készüljenek a konfirmációi vizsgára. Biztatom ilyen formában erről a helyről is őket, hogy tegyék meg. Aztán majd adjanak számot nekem, hogy mit végeztek. Illetve biztatom őket, hogy olvassák a bibliai anyagokat, amiket kiadtam, aztán jelezzenek vissza mindezekről. A konfirmáció időpontja bizonytalan. Bizonytalan, mert most tavasz végére, nyár elejére gondoltuk, a húsvét és pünkös közötti időszakban minden valószínűség szerint ez tolódni fog, és későbbre fog kerülni. Nyilván ez a legcélszerűbb, hogy a gyülekezet közösségében konfirmáljanak a fiataljaink, ehhez pedig
újra meg kell adatni annak, hogy összegyülekezünk. Gyermekistentiszteletet fogunk tartani 11 órától, egy számítógépes programon keresztül. Egyelőre meghívtuk a szokásos gyermekistentiszteletre járó gyermekeket erre a programra. Azt kérem, hogyha vannak olyanok, akik szeretnének a gyermekistentiszteleti alkalomhoz csatlakozni, akkor egy rövid e-mail üzenetben ezt tegyék meg és jelezzék, és fel fogjuk őket venni ebbe a csoportba, és mostantól kezdve 11 órától, tehát az élő istentisztelet közvetítés után, vagy áhítat után 11 órától találkozunk a gyermekekkel, és egy kicsit együtt éneklünk, kicsit beszélgetünk, hogy mi van a többiekkel, megnézzük egymás dolgait. Tehát 11 órától gyermekistentisztelet van, aki nem kapott meghívást, és szeretne jelen lenni, jelezze valamilyen formában felé. A gyülekezet élet dolgaiban nagyon nagy változások nincsenek. Továbbra is, hogyha bárki bármilyen szükséget szenved, akkor nyugodt szívvel keressenek a kedves testvérek, telefonon elérhetőek vagyunk. Bármilyen segítség kell, akkor igyekszünk megtenni mindent, ami lehetséges. Volt már rá példa, hogy segítettünk. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy mindenki meg tudja oldani gondját, baját. Azt is elmondhatjuk, és azért nyilvánosságra hozhatjuk, hogy a Calvin terem felújítása az folytatódik. Nagyon szépen alakul az épület, jó, hogy a mesterek egészségesek, és tudják a munkát folytatni. Nyilván mi nem közelítünk hozzájuk, de ők ezt a munkát végzik, köszönjük nekik. Tehát, ha újra kijárhatunk, és újra elhagyhatjuk az otthonainkat, akkor megcsodálhatjuk majd ezt az épületet. Kívülről teljesen megújult, leszigeteltük, és most a színezés ideje következik majd a napokban. Itt hadd mondjam el azt is, hogy nyilván nekem felelősségem és dolgom van a számai gyülekezet felé is. Az ottani dolgokról is beszélgetünk az egyházi vezetőkkel. Úgy tűnik, hogy kirajzolódik, hogy miképpen lesz majd az Ámói parókjának a felújítása, hiszen ez a feltétele annak, hogy új lelkipásztor kerüljön oda, hogy a megfelelő lakhatást biztosítatik. Reméljük, hogy hamarosan az ottani dolgok is elindulhatnak, és elkezdődhet a felújítás. Néhány szót hadd mondjuk az óvodáról. Az elmúlt héten ügyeletet tartottunk. A Egyházközség hivatalos Facebook oldalán megjelent az az elnökségi határozat, egyházközségi elnökségi határozat, mely szerint hétfőtől hogyan és mi módon működik tovább az óvoda. Továbbra is csak ügyelet van, de ha jól tudom, akkor hétfőtől nincs gyermek. Sajnos a koronavírus járvány mellett bárányhillő járvány is van, tehát ha sajnos emiatt is több gyermeknek otthon kell maradni. Tehát úgy tudom, hogy hétfőtől nem lesz gyermek az óviban, természetesen rendelkezésre állunk, hogyha indokolt a helyzet és indokolt az eset, akkor felügyeletet tudunk biztosítani a gyermekeknek. Az óvoda dolgozók egyrészt az épületet fogják takarítani, illetve az óvodának a kertjét fogják rendbe tenni a ránk következő héten, illetve elkezdtek védőmaszkot gyártani, védőmaszkot készíteni, felfut a termelés, akkor nyilván ezzel kifelé is tudunk majd segíteni. Először szeretnénk az idős otthont, gyermekeket, dolgozókat ellátni, közvetlen gyülekezeti tagokat, és aztán pedig kifelé is örömmel adjuk majd ezeket a maszkokat. Köszönjük szépen az óvoda dolgozóinak a helytállást. Sokan betegek az elmúlt időben, reméljük, hogy mindenki egészségben visszajön. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem a koronavírus támadta. Ahogyan elmúlt vasárnap is mondtam, a Calvin idősek otthona teljesen bezárkózott. Az a döntés született, hogy ha a településünkön megjelenik pozitív tesztet fog valaki produkálni, akkor abban a pillanatban a nővérek beköltöznek az otthonba. Ezt ők vállalták, és azt mondták, hogy így lehet az időseinket legjobban megvédeni. Ez egy hatalmas áldozat. Nyilván valamiféle váltást ki fogunk
találni, illetve maguk, akik otthon vannak, akik nem laknak bent, nővérek, azok is otthon önkéntes házi karanténban lesznek, tehát ők sem mozdulnak ki. Igyekszünk az időseket mindent megtenni, ez lesz a rend. Calvin teremben alakítottunk ki elkülönítőt, minden eszközt beszereztünk, ami esetlegesen a betegek gondozásához szükséges. Felállítottuk ott az ágyat, a megfelelő felszereléseket átvittük, beépítettük, fűtjük a Calvin termet, tehát hogyha lázas beteg lenne az otthonban, akkor azonnal oda visszük át, és ott külön nővéri felügyeletet biztosítunk. Reméljük, hogy erre nem kerül sor, előkészültünk. Kedves testvérek, arra biztatlak és arra kérlek titeket, hogy továbbra is az odakozásban forduljatok embertársaitok felé, forduljatok egymás felé. Keressük egymást, mert nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, akár online felületeken, akár telefonon. Biztassuk egymást, tudjunk egymásról, és a családok pedig kerüljenek a lehető legközelebb egymáshoz, gyermekek szülőkhöz, szülők gyermekekhez. Itt most az egy háztartásban élő családokra gondolok. Időseket zárjuk be, óvjuk meg őket, és adja Isten, hogy mindebből a küzdelemből megerősödve álljunk majd föl, és megerősödve hitünkben, megerősödve folytassuk a mi életünket. Záróéneképpen én a 299. dicséretet gondoltam. Nyissátok ki a 299. dicséretet, felolvasom, hallgassátok. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk a tengere, halk hívása tisztán hallik, járköveső, jöjj ide. Vedd a példát Andrásról, ki halva hívó szózatot, hálóját se vonszolná, ki érte mindent ott hagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess, mert kísért öntelt világod, jöjj, engem jobban szeres. A nehéz az életterhe, roskadozva hordom azt, bús orcám hozzáemelve Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tetti eddé szívemet, ad lehessek engedelmes, néked élő gyermeket. Köszönöm szépen az együttlét lehetőségét, Isten áldjon meg mindannyiunkat, áldás békesség.